Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök október 13-án csütörtök este a Tatai Körzeti Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Útszéli kereszt újult meg Várgesztesen. Több mint 600 millió forintos beruházás valósult meg Tatán. A Nemzeti Színház színésznője látogatott Tarjánba. Kecskéd lett a bajnok oroszlányban. Az adventre hangol a vértes szőlősi kötőklub. A várgesztesi német nemzetiségi önkormányzat a település egyik fontos műemlékét újította fel. A településen álló fakereszt helyébe 1930-ban állítottak a most is megtalálható kőkeresztet, amely az önkormányzat jóvoltából új fényben tündökölhet tovább a fő utcán. A várgesztesi német nemzetiségi önkormányzat 2021-es döntése volt, hogy a főutcán csaknem 100 éve álló kőkeresztet felújítsák. A németországi Mazuch Kurt és a várgesztesi Schwaghammer Anna, mint annak idején többen is, ők is kivándoroltak Amerikába, majd gazdagon tértek Várgesztesre, ahol nagy házat építettek, és Dadon 200 holdas pusztát vettek. Annak idején itt egy fakereszt állt, és a Mazuch család, akik 1930-ban ezt a fakeresztet lecserélték a kőkeresztre. Tulajdonképpen a család az kikerült Amerikába, és ott onnan hazatérve gyakorlatilag ennek emlékére állították ezt a keresztet. Egy nagyon fontos dolog részben az, hogy a keresztet 100 éve látják az emberek, 100 éve elmennek mellette, megállnak, meghajolnak, és hát gyakorlatilag, amit a kereszt Magyarországon jelent, mindent. Gyakorlatilag elkészült, mert a kereszt áll, de még egy kis apró csinosítgatás van hátra, azt majd a közeljövőben még szeretnénk az idén befejezni. Mindig készülünk évvégén a hagyományos adventi találkozóra, és azt követően a megyében egyedülállóan szervezünk úgynevezett betlehemes Christkindli találkozót, ami hát egy csodálatos alkalom arra, hogy a megyei csoportoknak egy főpróba, egy felkészülés azelőtt, mielőtt ez valóban a falujukban megvalósul. A mélyépítéssel és ipari építési területek előkészítésével foglalkozó Vértes út Kft. Beruházásának átadójára került sor október 12-én. A szervezet 610 millió forint értékben épített irodaházat és raktárcsarnokot a Tatai Ipari Parkban, amely projekt támogatásához 247 millió forint feltételesen visszatérítendő támogatással járult hozzá az Európai Unió és a Magyar Állam. A leendő benzinkútnak egyelőre csak a váza áll a Vértes út Kft. Parkolójában, a beruházás többi eleme azonban nem csak elkészült, már birtokba is vették a cég munkatársai. Saját tulajdonú 4 hektáros területén végezte el azt a fejlesztést a vállalat, aminek köszönhetően egy helyszínen működik az aszfaltkeverő üzem, az irodák és most már a raktározás is. Még amikor belevágtunk, akkor nem volt ennyire éles a helyzet, mint a mai napok eseményei, meg az elmúlt évnek mondjuk. Ez egy 2 éve kezdtük el ezt, vagy 3 éve kezdtük el ezt a folyamatot. Először csak az aszfaltkeverőüzemet hoztuk ki, és akkor megszületett a döntés, hogy egységesítjük a telephelyeinket, mert valahogy külön betonkeverőtelepünk, meg külön volt az irodánk, meg külön az aszfaltkeverőtelep, és egységesíteni szerettük volna, és ez a fejlesztési irány ez már 3 éve elindult, és most lett vége ennek a történetnek szerencsére. Amint egy 610 millió forint értékű projekt, az erőforrások hatékonyabb felhasználását szolgálta, a költözéssel pedig Tata belterületi forgalmáról újabb jelentős terhelést sikerült levenni. Jó döntés volt valóban a Patányi Gergőéktől, a Vértes út Kft-től az, hogy ők is az Agostyáni útról idehozzák ki a vállalkozásukat, itt egy telephelyen létesítsék meg mindazt, amit szeretnének továbbra is Tatán művelni. Óriási jó dolog, hogy itt van egy, Tatán van egy aszfaltkeverő üzem, ami nem bent a városban van, hanem itt van az autópálya mellett. Egyrészt ez nekik logisztikailag egy sokkal jobb lehetőség, nekünk pedig azt a biztonságot
biztonságot adja, hogy bármikor a lehető legközelebbről tud vásárolni egy fejlesztéshez, útépítéshez, Tata városa is aszfaltot. És azzal, hogy a Tatai Ipari Parkban most már durván 1500 ember dolgozik, ez önmagában is egy nagyon nagy biztonságot és erőt ad a városunknak. A mélyépítéssel és ipari építési területek előkészítésével foglalkozó vállalat közvetlenül több mint 70 főnek ad munkát. Hoztam valamit a hegyekből című előadást láthatták az érdeklődők a Tarjáni Közösségi Házban, amely Mezei Mária egykori színésznő életéről szólt. A Jászai Mari díjas színésznő Tóth Augusta monodrámája hatalmas siker volt, amely a Dériné program kereteiben valósulhatott meg. Hegyek, vizek, mező, költő, a gyűlölet! És a színház, hát nem sok, de nem is kell. Mezei Mária 1909-ben született Kecskeméten. Az érdemes és kiváló művészt számtalan filmből, színházi szerepeiből ismerhetjük, és Márai Sándorral való különleges kapcsolatáról. Életében a Nemzeti Színház színésznője, Tóth Augusta önálló monodrámája is betekintést nyújt, amelyet ezúttal Tarjánban láthatott a közönség. Azért ezzel készültem, mert benne vagyunk a Dériné programban, és aki meghív minket, oda elmegyünk. Úgyhogy nagyon készültünk Tarjánban, már nagyon boldogan jöttünk ezzel az önálló, illetve hát ez inkább monodrámának számít, mint önálló estnek. Igazándiból nem akartam őt sem utánozni, sem másolni, a cél az volt, hogy megidézzük. Ezért nyilvánvaló vannak olyan elhangzó mondatok, amelyeket az ő mezeis akcentusában mondok el, és valószínűleg, de nem törekszem arra, hogy ezt én folyamatosan végigvigyem. Vannak dalok, amelyeknek a stílusa abszolút mezeiben hangzik el, igen. De az nem úgy volt, hogy leültem és lemásoltam, valahogy ez így jött. Ha a Nemzeti Színházba bejön valaki, akkor a Róma és Júliába láthat engem, a Kassai Polgárokban az Ők tudják mi a szerelem, a Vitéz lelkek, a Csongor és Tünde, a Hazatérést mindjárt most mutatjuk be. Jó pár darabban, most így hirtelen, csak amíg most, hogy a színre kerül, és reméljük, hogy játszani is fogjuk a körülmények ellenére. Mindenki nagyon bízik abban, hogy azért tudunk majd hosszabb ideig játszani a színházakban. Ez a darab elsősorban vidékre megy, tehát ahova meghívnak, oda megyünk. Ennek ez volt a célja, ezeknek a monodrámáknak, vagy önálló esteknek az volt a célja, hogy a Nemzeti Színház művészei az ország bizonyos pontjain, ahova meghívják őket, ott megmutatkozzék a Nemzeti Színház. És remélem, hogy méltóan tudtam képviselni az anyaszínházamat. Kecskét csapada nyerte a megyei önkormányzat a Mi Megyénk, a Mi Világunk elnevezésű identitás programja keretében rendezett Mozdul a Megye játékos vetélkedő oroszlányi járási versenyét. Kecskét ezzel egyike lesz a jövő tavaszi döntő részvevőinek, ahol 6 járás győztesei mérkőznek meg a megye bajnoka címért. A házigazda oroszlány csapata külön díjban részesült. Mozdul a Megye. Ezúttal az oroszlányi járási vetélkedőt rendezték meg Oroszlányban, ahol 5 csapat mérte össze tudását. 2 együttes érkezett Kecskédről, 1 Szákszendről, és a hazaiak is 2 csapattal vettek részt. Nagyon boldog vagyok, mert jó lett az idő, végre, egyszer mellénk állt az időjárás. Nagyon jó hangulatú rendezvény volt, és nagyon sok kisgyerek volt, akik úgy vetették bele a játékba magukat, mint hogy az életük múlna rajta. Szülőkkel jöttek, nagyszülőkkel jöttek, ezt szeretnénk elérni. Nagyon remélem, hogy a megyei döntőt is, amikor megrendezzük, akkor is ilyen jó hangulat lesz, és ilyen nagyon komoly, jó versenyt láthatunk. A játékos vetélkedőt végül Kecskéd egyik csapata nyerte, második a Szákszent, harmadik Kecskéd másik csapata lett. Oroszlány 2 együttesek közösen ismertették meg városukat a többiekkel, ezért a zsűri nekik ítélte meg a legjobb település bemutatásért járó külön díjat. Már 5 vannak a döntőben, akik a megye bajnoka címért küzdhetnek jövő tavasszal. Vértes Szőlős, Nagy Igmánd, Bajna, Tata és Kecskéd. Már az adventi tárgyak készülnek a Vértes Szőlősi Kötőklubban. A településen büszkék a helyi csoport asszonyainak munkáira, akik évek óta szebbnél szebb portékáikkal gazdagítják a község intézményeit is. Újabb szépségek készülnek a Vértes Szőlősi Kötőklubban. A hölgyek már az adventre hangolódnak, de természetesen a figurák és kis sapkák sálak sem maradhatnak el. Időseknek csinálunk ilyen kis karácsonyi tárgyat, amit hát a főnökasszony majd odaad nekik karácsonyra. Besegítünk nekik, közben csinálgatjuk otthon
ezt a amigurumi figurákat is, mert nagyon szeretünk kézimunkázni, és már elég régóta csináljuk, és hiába vagyunk már csak hárman, nem tudjuk abba hagyni, mert otthon is, ha leülünk, akkor rögtön a kezünkbe veszük és csináljuk, mert annyira megszoktuk, meg szeretjük is csinálni. Valamikor, amikor már valamit többet csinálunk egy valamiből, akkor már nem is kell leírás vagy valami, de én szeretek azért leírás alapján, mert akkor szebb lesz minden, mint hogyha akkor meg lehet ismételni, de hogyha saját maga csinálja az ember, azt nagyon nehéz ugyanolyat, nem is szinte lehetetlen csinálni ugyanolyat még egyszer. Lent vagyunk a régi óvodába, könyvtárba, ott vagyunk egy nap, hát egy délelőtt, kevesen vagyunk, hárman vagyunk, tehát nagy dolgokra már nem vagyunk képesek, de azért valamivel majd fogunk készülni, igen. Közvetlen barátainknak, vagy a szeretteinknek, ismerőseinknek, itt a Önóba is, úgyhogy fogunk készülni. Elég sok fonalat kapunk mi itt a faluba is, és nagyon örülünk neki, és nagyon köszönjük, de hogyha kell, akkor veszünk töltőanyagot, úgy veszük a méteráruboltba, úgyhogy hát mi szoktunk a férjemmel elmenni bevásárolni, úgyhogy mert nekünk van kocsink, és akkor el tudunk menni. Tarján község önkormányzata felhívja a Tarján település lakóhelyen rendelkező magyar felsőoktatásban résztvevő fiatalokat, hogy az önkormányzat ismét csatlakozott a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. A 2023. évi pályázat felhívásai az önkormányzat honlapján megtalálhatóak. A pályázatok benyújtásának határideje november 3. Az NHS Vértes vidéke hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Október 3-a és 17-e között lomtalanítást végez Tatabányán az érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelkező családi házas övezetekben. Kérik a lakosságot, hogy az elszállítandó lomot a gyűjtés napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék el az ingatlanok elé oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen. További információk a település internetes portálján olvashatók. Szüreti felvonulásra invitálják az érdeklődőket Naszájra október 15-én szombaton. A menet 15 órakor indul a Gólyafészkes buszmegállótól, majd a művelődési ház udvarára érkezik vissza. A menethez bárki csatlakozhat. A felvonulás után a művelődési ház hátsó udvarán borkostolással és zsíros kenyérrel várnak mindenkit. Szomot község szeretettel invitál minden kedves érdeklődőt a 15. Musikfest im Herbst rendezvényre. A fesztivál idén új helyszínen a Tájház udvarán kerül megrendezésre, október 15-én szombaton 15 órától. A település célja az ének, zene, tánc, viselet, vallás és gasztronómiai hagyományok ápolása, valamint felelevenítése. Következzenek csütörtök esti híreink, még egyszer, röviden. Útszéli kereszt újult meg Várgesztesen. Több mint 600 millió forintos beruházás valósult meg Tatán. A Nemzeti Színház színésznője látogatott Tarjánba. Kecskéd lett a bajnok oroszlányban. Az adventre hangol a Vértes Szőlősi Kötőklub. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök október 13-án csütörtök este a Tatai Körzeti Televízió napi híradóját láthatták. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!